Egyhangú döntéssel támogatta a mai városi közgyűlés a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács megújítását. Pászti András kormánypárti képviselő, az Esélyteremtési Bizottság elnöke felidézte, Kecskemét közgyűlése 2011-ben fogadta el a város tehetségsegítő stratégiáját, és döntött a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács megalakításáról. A tanács működésében először 2016-ban eszközöltek változtatásokat, és most újabb megújítása vált szükségessé. Az új alakuló tanács elnöke a polgármester, alelnöke a köznevelésért és tehetséggondozásért felelős alpolgármester lesz, tagjai a városban működő iskolák, illetve iskolai alapítványi és más tehetségműhelyek képviselői, valamint az esélyteremtési bizottság mindenkori elnöke. A képviselők szintén egyhangulag támogatták Engert Jakabné alpolgármester egy másik előterjesztését is, miszerint a város együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítványjal, melynek Nemzeti Tudós Képző Akadémiáján jelenleg 170 kecskeméti középiskolás pallérozza tudását a természettudományok terén. A résztvevők többek között a Katona József Gimnázium, a Bójai János Gimnázium, a Bánya Júlia Gimnázium és a Református Gimnázium tanulói, a program Kecskeméti központja a Református Gimnáziumban van. A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány 4 millió forint támogatásban is részesül Kecskemét városának idei költségvetéséből.